Ahogyan a képeken is látható, ennek a bajai áruháznak a parkolója szerdán este felé zsúfolásig megtelt autókkal. Akadt tehát dolguk a bajai rendőröknek és a polgárőröknek, hiszen a legtöbb autó szélvédőjére szórólapot helyeztek el, és felhívták a vásárlók figyelmét az ünnepek során előforduló bűncselekményekre és azok megelőzésére. Az ilyen akciók kiemelt fontosságúak, hogy aztán valóban zavartalanul ünnepelhessen mindenki, mondta Putnik Zoltán rendőrhadnagy. Hiszen vannak olyan elkövetők, akik a karácsonyi időszakot is kihasználják arra, hogy az adandó alkalmakat megragadják, és a gépjárműben hagyott értékeket könnyedén megszerezzék. Nagyon fontos tehát felhívnunk a vásárlók figyelmét, hogy a felfokozott vásárlási lázban is megfelelően gondoskodjanak értékeik védelméről, így tehát mielőtt magára hagyják a parkolóban a gépjárművet, semmiképpen sem hagyjanak az utastérben mások számára is jól látható, valamint könnyen elérhető helyen értéktárgyat. Vásárlás közben pedig ne tegyék értékeiket, személyes irataikat a táskájuk, kosaruk tetejére, vagy könnyen hozzáférhető zsebekbe, tette hozzá a rendőrhadnagy. A vásárlók hasznosnak találták a tanácsokat. Volt olyan is, akinek már törték fel korábban az autóját, és azóta óvatosabb. Vigyázzunk arra, hogy ne hagyjunk telefont, pénztárcát, üres táskát, semmit az autóba, és az jól körül szoktam nézni, hogy azért minden ajtó rendesen be legyen zárva. A vásárlók többsége elmondásuk szerint felkészülten érkezik a nagy bevásárlásra, és nem csak ebben az időszakban figyel oda. Máskor is a táska nem marad bent csomagtartóba, hát azt szoktuk tenni. Tudjuk, hogy veszélyben van minden érték az embernek, ami az autóban marad. Hál' Istennek nem is volt még eddig, az elmúlt évtizedekben semmi problémánk. A rendőrség hangsúlyozza, a csomagtartó sem jelent biztonságot, és csak akkor helyezzük bele a holminkat, ha elhagyjuk a parkolót. Ha eltűnne a kulcsunk, hazaérkezve mindenképpen cseréltessük le a zárakat. Abban az esetben, ha elutazunk otthonról, ne osszuk meg a tartózkodási helyünket a közösségi oldalakon.